A miniszterelnök ma egy hazug és gyáva beszédet mondott, amelyből csak a valóság és az emberek hétköznapi gondjai hiányoztak. Hazug volt, mert nem beszélt azokról a gondokról, problémákról, amelyek nyomasztják az országot, nem beszélt a gazdasági válságról, a szociális válságról, vagy éppen a demokratikus válságról, és gyáva is volt, mert nem merte szembesíteni ezekkel a tényekkel a hallgatóságát. Abban igaza van, hogy ez az ország ma már tényleg nem ugyanaz az ország, mint 4 évvel ezelőtt, amilyen volt. És az is igaz, hogy történelmi lesz a választás a következő választásokon, hiszen a mai beszéde alapján egyértelművé vált, hogy valóban szakadék választja el az ő világképét, az ő Magyarország vízióját az én világképemtől, a mi Magyarország víziónktól. Ő a keletet akarja követni, és a Horthy rendszer restaurációját akarja, mi pedig a nyugat szövetségesei akarunk lenni, és egy európai, szabad, igazságos magyar köztársaságot akarunk építeni, mégpedig olyat, ahol a jobboldali emberek is békében, a nemzet részeként tudnak élni. Köszönöm szépen!